Rendkívül nagyra tartom a magyar zenészeket. Akárhányszor jövök Budapestre, mindig remekül érzem magam. Nem titkolt célom, hogy irányításom alatt a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Európa legkiválóbb szimfonikus zenekarává fejlődjön. Így véli mai vendégünk, aki szerint az idő a legnagyobb ajándék, amit az élettől kapunk, ezért nem érdemes elpazarolni. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Riccardo Frizza, a Bergamo-i Donizetti Opera Fesztivál zeneigazgatója, generációjának egyik legkiemelkedőbb karmestere, állandó vendége olasz és nemzetközi színházaknak és zenei fesztiváloknak, valamint Európa, Ázsia és Amerika legjelentősebb operaházainak, koncerttermeinek és fesztiváljainak. Szimfonikus koncerteken számos zenekart vezényelhetett a nemzetközileg is legkiemelkedőbbek közül. Előadásokat tartott a Chicagói Illinois Egyetemen és az Olasz Kultúrintézetben. 2020-ban az év legjobb karmestere díjat nyerte el az International Opera Awards-on, valamint bőséges diszkográfiát tudhat magáénak olyan kiadóknál, mint a Decca, a Sony, a Supraphon, a Dynamic és a Nexus. 2021. júniusában megnyerte a 21. Prémio Opera díjat, mint a legjobb karmester. 2022-ben vezető karmesterként csatlakozott a Magyar Rádió művészeti együtteseihez. Sok szeretettel köszöntöm Riccardo Frizzát a stúdióban, és egy öntől vett idézettel kezdtem a műsort, hogy az idő a legnagyobb ajándék, amit az élettől kapunk, és ezért nem szabad elpazarolni. Karmesterként mi az, amire nem szabad elpazarolni az időt, és mi az, amire viszont muszáj ráfordítani? Az életben nagyon sok dolog van, amire érdemes időt fordítani. A család, a művészet, a kultúra, a lányom például. Vannak viszont olyan dolgok is, amelyeket jobb hagyni, elengedni. Azokat az embereket, amelyeknek a befolyása az negatív, vagy éppen negatívan viselkednek. A pozitív emberek felé kell fordulni, akik segítenek abban, hogy emelkedjünk. Akiknek nem az a szándékuk, hogy letapossanak téged, úgyhogy jó emberekhez kell fordulni, ez az én filozófiám. Hogyha a zenéről beszélünk, akkor azért ez a gondolata, amit idéztem, talán a műveken keresztül is beköszöntött az életébe. Igen. A zene nagyon gyorsan ért el hozzám. 5 éves lehettem, és volt egy kis játék zongorácskám. És amikor vasárnaponként hazatértem a templomból, akkor amit hallottam a templomban, szögtön lejátszottam, és rájöttem arra, hogy nagyon tetszik nekem ez a dolog, és a családom volt annyira okos, hogy hagyta, hogy én ezt tovább műveljem, ezt az én szenvedélyemet. Ez határozta meg az indulásomat, aztán eljutottam a konzervatóriumig, aztán amikor egy bizonyos kort elértem, akkor már a bizonyos kor persze csak 13-14 éves volt, voltam, elutaztam Bécsbe, és láttam egy élőben, először életemben egy nagy zenekart, mert egy kisvárosból jöttem, egy pici városkából. Valóban jártam zongoraórákra, volt zongorám is, de Bécsben, amikor először megláttam egy fantasztikus nagy zenekart, akkor arra gondoltam, hogy én mindenféleképpen karmester szeretnék lenni, és elkezdtem, és utána a zene az egész életemben, egész életem folyamán kísér a zene. Milyen izgalmas, hogy egy szimfonikus zenekaron keresztül jött rá erre, hogy karmester szeretne lenni, miközben ugye Olaszországban Milánóhoz viszonylag közel született, és ott is nőtt föl, és hát Milánóról a Scala, meg az opera jut eszünkbe, akárcsak Olaszországról. Szóval izgalmas, hogy végül is a szimfonikus zene hozta meg a kedvét ehhez az egészhez. Pontosan így van. A szimfonikus zene volt az első szerelmem, és aztán elég későn kezdtem el az operával foglalkozni. Kb. 30 éves elmúltam, soha nem vezényeltem operát, és a konzervatóriumban, amikor jártam, akkor elvittek opera előadásokra, de rettenetesen unatkoztam. Nem értettem a színháznak a jelentőségét, a fontosságát, a zene és a színház összefonódását. Tehát
Nem közeledtem hozzá. Aztán 30 éves, amikor már elmúltam, akkor elkezdtem az első énekeseket kísérni, esetleg egy áriát énekeltek, aztán koncertet. Nagyon elbűvölő dolog volt. És aztán ez igazi szerelemmé vált, egy fontos nagy szerelemmé. Ráadásul feleségemet is ismertem meg, hiszen ő operaénekes, úgyhogy így, hogy úgy mondjam, teljes mértékben fejest ugrottam ebbe a világba, amit nagyon-nagyon szeretek. Akkor mondhatni, hogy három nagy szerelme van, a szimfonikus zene és az opera, és természetesen a felesége, de a szimfonikus zene és az opera úgy érzi, hogy most egyensúlyban van az életében? Hogyne, hogyne. A szimfonikus zene és az opera számomra nagyjából ugyanolyan értékkel bírnak, ugyanolyan fontosak, mint a professzionális életemben. Természetesen különbségeket tennem kell, de nagyon fontos egy karmester számára, hogy operát is vezényelje, nem elég szimfonikus zenek. Az opera mindig egy nagy kihívás, mert ott természetes hangok is vannak, úgy ott van az emberi hang, rengeteg dolog, előre nem látható, az énekesek nem mindig ugyanolyan nagy formában énekelnek, tehát minden egyes este az operaházban egy óriási kihívás, de mivel nagyon szeretem a színházat, és azt mindazt, ami a színház mögött van, amit a színház mondhat, jelenthet kulturális szinten, történelem szempontjából. És ott van például ugye az olasz opera, a saját nemzetem operája. Azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen a mindennapi életben is nagyon fontos. Gondolom, hogy minden egyes karmesternek vezényelnie kell operát is. De az igazság, hogy az igazán nagy karmesterek azok mind a kettőt vezényeltek. Szimfonikus zenét is, meg operát is. Nagyon izgalmas kérdés a számomra az, hogy hogyan tekint a zenekarral való közös munkára, hogy a zenekart tulajdonképpen egy egységes hangszernek tekinti? Vannak karmesterek, akik egy hangszerként tekintenek magára az egész zenekarra, vannak mások, akik meg más felfogásban dolgoznak. Nézze, szimfonikus zene mind az opera szempontjából egyformán fontos a zenekar. Az operánál azonban van még egy fontos dolog, amire oda kell figyelni. Oda kell figyelni az énekesek szükségleteire, arra, hogy mire van szükség valójában éneklés közben. Mert a szimfonikus zenekar az egy egységes valami, de akkor, amikor együttműködik a énekesekkel, akkor a zenekarnak és a zenekar vezetőjének követnie kell mindazt, ami a színpadon is történik, tehát másféleképpen kell vezetni a dolgot. Minden egyes operaadásban mindenféleképpen nagyon-nagyon oda kell odafigyelni az énekesek éneklésére, és arra is, hogy vesznek levegőt. Azt hiszem, ez persze természetesen a szimfonikus zenekar jelent. Hogyha a szimfonikus zenekarok többször léptenek fel operaadásokon, azt hiszem, hogy természetesebbé válna az előadásuk, a működésük, mert sokkal inkább megfelelne az ember szükségleteinek. Ha visszatérünk a kezdő gondolathoz, az idő problematikájához, mennyi időt fordít arra, milyen mélységű az a kutatás, amit egy-egy mű előadása kapcsán végez, akár legyen szó operáról, akár szimfonikus művekről? Na, bella domanda. È un lavoro di studio di preparazione. De szép kis kérdés. Tulajdonképpen a partitúrát tanulmányozása az rengeteg időbe kellik. Úgy gondolom, hogy az egész életünket rá kell számolni, és ez tart végig. Amikor először kukkantunk bele, akkor a partitúrába, akkor meg kell próbálni megérteni, asszimilálni, felfogni, munkével tenni. De az, hogy a zenei üzenet mélységét feltárjuk, azt nagyjából meg kell emésztenünk mindazt, amit olvasunk, amit látunk, és ez azt hiszem, hogy nagyon sok esztendő is kell hozzá. Azt hiszem, hogy minden inkább
telik az idő, annál jobban metabolizáljuk, alakítjuk át, emésztjük meg, alakítjuk magunkével mindazt, amit akar mondani a zene, a zeneszerző, mi az üzenete. Ami, nem csak, hogy a fejünkben kell, hogy meglegyen, hanem a lelkünkben, egész testünkben, egész létezésünkben. Akkor tudjuk kommunikálni jól ezt az üzenetet. Azt hiszem, hogy ez rengeteg időbe terül. Ahhoz, hogy előadjunk egy részletet, az persze elég kevés idő is, de egy egész zeneműhöz, egy egész operához sok idő kell. Elsődlegesnek tartja azt, hogy pontosan megpróbálja azt közvetíteni, amit a zeneszerző írt, és ilyen szempontból másodlagosak a saját interpretációs vágyai? Ez is egy nagyon szép kérdés. Sokat lehetne róla beszélni. Én úgy gondolom, ugyanis, hogy minthogy elég nagy hátterem van, de azért alapvetően fontos az, hogy mit ír le a zeneszerző. Nem szeretem azokat a zenészeket, azokat a karmestereket, akik a saját elképzeléseiket a zeneszerző elképzelései elé teszik. A partitúra az olyan, mint a Biblia, az evangélium. Aztán minden egyes zenésznek megvan a maga érzékenysége. Tehát átalakítani a zenei gondolatot. Ez rendben van, de közben mindig tiszteletbe kell tartani mindazt, amit a zeneszerző írt. Úgyhogy szerintem sokat effekteket keresnek, ezek öncélúak általában ezek az effektek, és nem tartják tiszteletbe a zenei gondolatot, az igazit, az eredetit. Nagyon sok a felvétel, nagyon sokan jutnak hozzá a zenéhez a YouTube-on keresztül is. És éppen ezért, hogy kitűnjenek a képből, ezért effektekkel rakják tele, de ez nem helyes. Igazából ez oda vezet, hogy hamis effektek jönnek létre, az egész hamis interpretációja válik. De mondom, igazából az előadó művésznek a szenzibilitásától függ, és nem maguknak kell szívességet tenni, hanem a zeneszerzőnek, meg a hallgatóknak. Mindezek szempontjából milyen partnert talált meg a Magyar Rádió szimfonikus zenekarában? A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara számomra egy nagyon nagy felfedezés volt. Néhány évvel ezelőtt koncerteztem velük, Dvořáknak a Stabat Materit adtuk elő, és akkor jöttem rá, hogy egy nagyon nagy feeling van a zenekar tagjai között, meg köztünk, könnyen lehetett kommunikálni velük, nagyon egyszerű volt, nagyon direkt volt a kommunikáció, és úgy gondoltam akkor, hogy egy olyan zenész csoportot találtam, amelyik nagy affinitást mutat a saját interpretációs lehetőségeimben, úgyhogy ez a kapcsolat velük, ez rögtön az elején elindult, jól indult el, aztán igyekeztünk megerősíteni, és úgy gondolom, hogy a jövőben nagyon sok örömünk lesz ebben, mert egy nagyon jó emberi kapcsolat is alakul ki. Azt hiszem, az zenészek számára az emberi kapcsolat nagyon fontos, hiszen mindenki nagyon nagy értéket képvisel, ezek az értékeket, ezeket valorizálni kell, ki kell emelni, felszínre kell hozni, és meg kell adni a lehetőséget arra nekik, hogy szabad módon fejtsék ki az érzelmeiket, a lehetőséget, tudásokat, természetesen felelős módon, de a zenei expresszivitásban legyenek szabadok, őrizzék ezt meg. Vannak olyanok, akik nagyon merevek, akik azt várják el a karmestertől, hogy mondja meg nekik, hogy pontosan, hogy én viszont úgy gondolom, hogy persze, kövessék azt, amit mondok, amit diktálok, de legyen ez egy közös beszéd, legyen ez egy közös valami. Azt hiszem, hogy jó úton tartunk ebből a szempontból. Szólistaként 4 földrészen játszott, így a méltán jegyzett zenei fővárosok mellett olyan különleges helyeken is képviselte a magyar kultúrát, mint Kuba, Vietnám, Katar, India, Libanon vagy Kína. A Liszt Ferenc díjas hegedűművész Olá Vilmos következik. A
Ricardo Frizza karmester úrral akkor találkoztam először, amikor a Dvořák Stabat Mater című oratórikus művét játszottuk közösen, a rádiószimfonikus zenekarral és kórussal adtuk elő. Nagyon meglepő volt az, hogy a karmester úr az első próbán bizalmasan közölte velem, hogy ezt a darabot már ő nagyon régen vezényelte, és most ez neki egy nagyon újdonság volt, hogy a zenekarral tud így dolgozni, az hólistákkal, az énekesekkel, a kórussal. Óriási élmény volt neki, és üdítő volt valójában a zenekarnak is, a kórusnak is, hogy egy ilyen nagyszerű ember tartja a kezében az egész munka folyamatot. Ő egy olyan magas szintű tudást képvisel, hogy nincs szüksége fegyelmező eszközökre. A tudás birtokában van, tehát odáll a zenekar elé, nem kell magyarázkodni, nem kell fegyelmezni, sőt, a legtöbb esetben én azt gondolom, hogy egy ilyen karmester típus, aki nem beszél, nem arról beszél, hogy itt alulról trillázzunk, fölülről trillázzunk, hanem a mozdulataival kifejez mindent. Nem kell leállni. A legfantasztikusabb élményem az volt, amikor az Alpesti Szimfóniát csináltuk. A zenekar akkor körülbelül 30 éve játszotta utoljára a művet. Az egyik legnehezebb Richard Strauss alkotásról beszélünk. A maestro beállt oda a pulpitusra, végigjátszottuk a darabot, megállás nélkül, és utána azt mondta, hogy köszönöm szépen, ennyi. Kettőt próbált, két mozdulatot, és nem a zenekart kezdte el bántani, hogy itt valami nem jó, azért nem léptetek be egyszerre, mert ügyetlenek vagytok, hanem a saját mozdulatán próbált úgy változtatni, hogy jó legyen. És tényleg, amint egy picit a mozgásán, vagy azon a módon tudott odainteni, akkor egyszerre volt minden. Tehát ez a fajta karmesteri magatartás és habitus, ez egy nagy szimfonikus zenekar számára sokkal szimpatikusabb, mint az, aki egyből a zenekarban kezdi el keresni a hibát. Itt egy nagyon felkészült, komoly karmesterről beszélünk, tehát ő nagyon tudja, hogy mit csinál. Azt nyilatkozta, hogy nagyon nagyra tartja a magyar hangszeres zenészeket, és azok után, hogy a világ leghíresebb operaházaiban vezényelt és fontos szimfonikus zenekarokat irányított, mit tudnak a mi magyar zenészeink, ami ennyire megfogta? Honestamente, è difficile dirlo, perché... Az igazat szóval nagyon nehéz megmondani, én is elgondolkoztam ám ezen. És gondolom, Magyarország nem egy hatalmas ország, nem olyan, mint Egyesült Államok, vagy Oroszország, de hát, hogy milyen rengeteg, csodálatos, nagy, hihetetlen, nagyszámú karmestert adott az ország, és hány... A történelemben hány nagy zenekar töltötte meg, és tölti meg mai napig is a zenekarokat, Berlinben, Bécsben. Van valami az önök kultúrájában, az önök zenei hagyományaiban, ami hihetetlen szerintem. És azt hiszem, hogy van egy affinitás is. Egy affinitás a régi olasz iskolákkal. Természetes módon a frázisok nagyon szabadok, nagyon kifejezőek, az expresszivitásuk bennünk van, amit csak fel kell tárni. Úgyhogy ezt a kommunikációt mindig nagyon könnyű volt. Talán van valami közelség az én kultúrás hátterem, az ének és a melódia, az olasz opera, és itt az a mód, ahogy a magyar zenészek, a magyar zeneművészek dolgoznak. Ez előbb Vilmos is mondta, nekem nagyon könnyű volt velük kapcsolatot tartani, elegendő volt egy icipici mozdulat, és már teljesen természetesen mentek előre a dolgok, nem is tudom. Ez egy olyan igazából gondolkodom rajta még mindig, de még nem tudtam magamnak teljesen megfogalmazni, de tény, hogy megszületett ez a teljesen természetes kapcsolat, nagyon egyszerű kapcsolat. Mondhatni, hogy ez egy ideális kapcsolat karmester és zenekar, karmester és zenészek között. Mit tud tenni a karmester, amikor nem ilyen ideális a kapcsolat, amikor nehezebben adja magát a darab is, meg a mondjuk úgy, hogy a zenészek is, vagy ez a kapcsolat zenész és karmester között, akkor mit lehet tenni? Hogyan lehet ezért megdolgozni? L'orchestra è una piccola comunità. A zenekar egy kis közösség, egy kis társadalom. Nehéz mindenkit meggyőzni nyilván ugyanarról a dologról, de
akkor, amikor egy zene, egy zeneművész, egy előadó az komoly, és amikor komoly zenét akarnak előadni, egy valóban jó megírt zenét, azt hiszem, hogy az a zenész is, akin talán nem fogadja 100%-ig az elképzeléseket, de hajlandó, hogy megcsinálja, akkor is, hogyha esetleg nem ért vele teljesen egyet. Végül is persze, alapvetően a koncepció az, hogy mindenkit meg kell győzni, minél több ember győzzel meg, annál jobb az eredmény. De ugyanakkor azt hiszem, hogy ezt a kapcsolatot fel kell építeni, ahogy általában egy párkapcsolatot is építeni kell, meg kell érzmert jól ismerni, meg kell értenünk egymást. Ez persze idő is kell, nem lehet rögtön azonnal mindent elérni, megcsinálni, de én nagyon nagy reményeket táplálok azt abban az irányban, hogy mindazok a hölgyekkel és urakkal, akik a Magyar Rádió zenekarát alkotják, úgy látom, hogy szinte totális módon belekerülünk minnyáján a zene áramába, és akkor ott van a zene, ott van a publikum is, a közönség az megérzi, hogyha van igazi szimbiózis, van igazi kommunikáció, mert extázisra jellemző pillanatok alakulnak ki az előadás során. Azt hiszem, hogy ide kell eljutnunk. Ha már az extázist említette, akkor arról is beszélt korábban, hogy az itteni magyarországi koncertek hangulata semmihez sem fogható a tekintetben, hogy a közönség milyen hevesen és jól reagál a művekre, és micsoda tapsal jutalmazza az előadókat. Azért meglepő ezt hallani, mert hát ha valahol, akkor Olaszországban hihetetlen hagyománya van a tetszés nyilvánításnak. Mi van bennünk ilyen szempontból különös, hogy folytassuk ezt a sort? Én úgy gondolom, hogy itt még egy nagyon nagy a zenei kultúra. Sok ember jár koncertre, operába, rengeteg zenei intézmény van, mindegyik intézmény él, virágzik. A fantasztikus múltbeli tradíciók élnek itt tovább. Sok országban ez nincs így. Azt kell mondjam, hogy például utóbbi időkben a velencei La Fenice színházban vezényeltem, és nem ragadtatta magát tapsa a közösség. A végén egy kis gyér tapsolt. Valójában Én gyakran nem is nagyon értem, hogy honnan van az óriási lelkesedés, ami ilyenkor kitör egy jó sikerült előadás után az akadémián például. Nagyon lelkes volt a közönség. És ez persze nagyon örömmel tölt el, hogy az embereket kibírjuk mozdítani ebből a begipszelt institucionális állapotból, hogy mereven ülnek és néznek. Azt lehet érzékelni, hogy ezeknek az embereknek a számára ez kellemes, kedves, ünnep. Meg akarják ünnepelni ők is, hozzá akarnak tenni örömmel valamit. Azt hiszem, hogy valahogy mindig is kellene csinálni. Természetesen ez akkor megy, amikor a koncert valóban tetszik az embereknek. Mindenkinek egyet érthet vele, vagy nem ért egyet valamilyen megoldással, de szerintem, ha valaki elmegy egy koncertre, akkor és megpróbál kimenni a mindennapok szorításából, a munkából, az este ki akar kapcsolódni. Azt akarja, hogy az elméje az egészen a mennyországig jusson. Nagyon pozitívak ezek a dolgok, ezek a benyomások, amelyek megtisztítják az ember lelkét, lelkületét. Úgyhogy nagyon nagy pozitivitással nézek el, és nagyon nagy örömet érzek. A saját életében is megtisztítja a zene a lelkét? Átél, ha például nehézségei vannak, problémái vannak, egy megtisztulást, egy terápiás folyamatot, amikor zenél? Hát azt mondanám, hogy igen. Több mint 20 év után azt hiszem, még mindig, hogy az első nap a zenei életemben. Mostanáig nagyon sok évet töltöttem el a zenével a zenében, mindig jól érzem magam, az első nap lelkesedése munkál bennem ma, és ez persze, ez egyfajta terápia is, mert hiszen nyilván az ember elméje
mindig arra koncentrálódik, amit meg szeretne csinálni, el szeretne érni, de másról ott van a gyakorlati rész, ami nehéz, kemény, utazni kell, nem tudsz hazamenni, komplikált emberekbe ütközöl, zenekari próbák, ez fizikailag is megterhelő, de ezt ellensúlyozza az az öröm, amit a zene aztán nyújt. Beszéltünk arról, hogy szeretné a közönséget kimozdítani, és nyilván mióta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén áll, azóta a zenekart is szeretné egy másik szintre emelni. Milyen módon tervezi felépíteni az új repertoárt? Vagy a bővülő repertoárt? A rádiózenekarra, a rádió menedzsmentjével most tervezzük a következő évek programját, fontos turnékat is szerzünk Európában, Ázsiában, most már azt kell, hogy mondjam, hogy már gyakorlatilag megindultak ezek, nem csak a tervezés, hanem most már valóban túl is jutottunk rajta. Egy-két különleges programot is tervezünk, egyrészt, hogy megmozdítsuk magát a zenekart is, hiszen olyan darabokat is keresünk, ahol valóban meg tudják mutatni a legjavukat. Aztán magyar zenét is akarunk természetesen, nem csak Bartók Béla, Liszt, meg sok más nagy magyar zeneszerző is van, akiket mindig szeretnénk beilleszteni a programba, és a világban, amikor bemutatkozunk, magunkkal akarjuk vinni a magyar zenei csodákat is. Nagyon nagy a repertóriumunk, megpróbálunk egy olyan repertóriumot összeállítani, éppen ezért, hogy ez a nagy repertórium ez valóban meg tudja mozgatni. Aztán ott vannak a nagy zenekar, nagy karmesterek, Vásári Tamás, meg mások is, akik a klasszikus zenét, magyar zeneszerzők zenéjét is szívük szerint szívesen vezényelnek. Ezt olasz, Respighit, Martuccit, Marinelli Bossit is szeretnénk bevonni ezekbe az eladásokba, ilyen zeneműveket is, mert van egy nagyon nagy zenei élet Olaszországban is, ami kapcsolódik az európai zenei élethez. Olaszországban mindenki operát írt, Puccini, Leon Cavallo, és így tovább. De voltak azért olyan zenészek is, olyan szerzők is, mint például Martucci, akik nem írtak soha operát. Úgyhogy nagyon széles a repertórium, és tovább fogjuk fejleszteni a következő években. Ha már karmestereket említett, akkor most karmester kolléga következik. Ricardo Frizza Vásári Tamás elnök karmester, és a most következő Kovács János állandó karmester mellett vezényli a Magyar Rádió Művészeti Együtteseik. Kíváncsiak voltunk, hogy a Kossuth Díjas dirigens miként vélekedik olasz kollégájáról íme. Olyan szimpátiával találkozott a zenekar részéről, és annyira örült mindenki az ő munkamódszerének, hatékonyságának is, hogy egy belevaló karmester, hogy akkor egyszer csak néhány évvel ezelőtt ő lett a rádió zenekar vezető karmestere, ami tulajdonképpen egy cégér a zenekarnak, mert egy nemzetközileg jegyzett kiváló karmester tudhatnak magukénak, aki valószínűleg évadonként két hosszabb etapra megérkezik, és csinál néhány sikeres koncertet. Tudom, hogy kiválóan dolgozik az együttessel. Hókusz-fókuszok nélkül, tárgyszerűen, és a legfontosabb a hatékonyság. Tehát, hogy mindig a lényeget közvetíti, és megvannak a szakmai eszközei hozzá, hogy ezeket könnyen is, a zenekar számára is jó esőérzést keltve adja tovább. Amiben nem hallottam, és aminek híre van, hogy ő a Belcantónak nagymestere, tehát, hogy operában is járatos, amit külön üdvözlök, mert nem szeretem a szakosodott karmestereket, akik vagy csak operát, vagy csak szimfonikus zenét dirigálnak. Ha nagyon sablonos akarnék lenni, azt mondanám, hogy az arany középút. Tehát megvan benne az olasz temperamentum, az látszik, látszódott, mondjuk egy német műsorban sem árt, de nem éreztem azt a fajta, sem a ripacsériát, sem azt a fajta nem jó értelmevet olaszos briót, ami,
ami egyeseknél talán túlzásba megy, de bizonyos helyen még jó is tud lenni. Szóval maradjunk ennél az arany középútnál, hogy számomra ő egy olyan karmester, aki zenét csinál jól, és hiányzik belőle az a fajta számomra nem túl szimpatikus lipacséria, ami egyébként a szakmát szokta kísérni. Kovács János karmester beszélt, aki kifejezetten fontos szereplője a hazai zenei életünknek, és hát a Magyar Rádiózenekara is számos híres karmesterrel dolgozott együtt, például olasz karmesterekkel is, a világhírű Lamberto Gardellivel, vagy éppen Claudio Abbadoval, és még hosszan sorolhatnánk ezt a névsort. Ez az örökség mit jelent az ön számára? Una grande responsabilità. Hát nagy felelősséget, az biztos. Io sono nato in un'epoca. Olyan korban születtem, amikor abban a szerencsében volt részem, amikor hallgató voltam, Riccardo Mutit, Claudio Abbado felvételeit tudtam, a Scalából, vagy nem csak a felvételeit, hanem az előadásait, Scala, Milano, Bécs, mind a szimfonikus zene, mind az opera tekintetében fantasztikus produkciókat tudtam meghallgatni. Tehát utána az nagyon egyszerű volt, mert ezt a két nagy nevet követtem. Régebben természetesen sokat olvastam róluk, Gardelliről, Pataneiról, Antonino Vottoról. Ezek a nagy nevek, a nagy olasz iskola, nagy olasz tradíciói. Sokat olvastam, tudom. Én természetesen nem vagyok Riccardo Muti, se nem vagyok Abbado. Én a magam kis személyes megközelítését próbálom érvésre, mert Kovács maestro is mondta, nagyon fontos, hogy az ember mind a két műfajhoz érkezzen, a szimfonikus zenéhez is, meg az operához is, mert ez ugyanannak az éremnek a két oldalát mutatja. A zene, a színház zenével az egy fantasztikus dolog. A operát a világ minden városában bemutatnak, minden operaházban, és ott van ugye Olaszország, ahol én magam is növekedtem, Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini műveivel, Párizsba mentek ezek a szerzemények, Bécsbe a 19. században, Párizsba, úgyhogy nagyon nagy felelősség, hogy ezt megfelelő, korrekt módon vigyük elő tovább, és tisztítsuk meg esetleg túl sok megkövesedett tradíciótól. Bevezessük a zenei filológiát is, az értelmezést, mindenféle dolgot csináltak, kollázsokat, össze-vissza vagdosták a partitúrát, rövidítettek. Úgyhogy, minthogy a Bergamo-i Festival Donizetti Opera Fesztiválnak is a vezetője vagyok, ezeket szerzőket mind-mind előadjuk, tehát óriási felelősséget érzek ebből a szempontból is. Azért is nagyon nagy felelősség, mert ugye sokszor előfordul, hogy a zenetörténet megfeledkezik művekről, és olykor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát nem biztos, hogy véletlen, hogy ezekről megfeledkezünk, na de aztán időről időre kiderül, hogy de lehet ezeket úgy bemutatni, hogy később helyük legyen mégiscsak a nagy zenetörténeti kánonban. Mindig ez történt. Mindig is előfordul a dolog. Például Berlinnek a normájára gondolunk. Egy olyan opera, amit már mindenhol vett. De az 50-es években senki nem csinálta. Callas fedezte fel, ő volt az, aki bemutatta, aki ezen volt, hogy mindenképpen vigyék fel újra a színpadra. Azóta Norma egy hatalmas újrafelfedezés volt, de a Belcanto számos más ilyen nagy producer, Maria Stuart, vagy Anna Bolena, Volena Anna. Ezeket mind elfeledés omájába kerültek, Gavazzini-nek köszönhető, hogy az 50-es években aztán visszatértek ezek az operák a Scala színpadára, és onnan kezdve mindenfelé. Mi, akik ezzel a munkával foglalkozunk, néhány évvel ezelőtt például a Kenilworthi kastély, egy olyan opera, amely
első első Erzsébet királynőnek volt szentelve, Anna, Bolena Anna, Stuart Mária. Úgyhogy igazából az első operát azt elfelejtették, ezt 2018-ban újra színpadra vitték, és rájöttünk arra, hogy valójában ez egy remek mű. Azt hiszem, hogy ez nagyon nagy segítség mindenkinek, és ez a mi nagy felelősségünk. Ahhoz, hogy ezeket a zenetörténeti különlegességeket felfedezzük, szükség van karmesterekre, akik megtalálják őket, és őket is fel kell bizony fedezni. Erre is jók a karmesterversenyek, aminek a hagyományát itt Magyarországon, a Magyar Televízió nevével fémjelzett hagyományát fel szeretné éleszteni. Miért? Igen, úgy gondolom, hogy mindenképpen művelni kell, segíteni kell a új zenekari tagoknak a beilleszkedését, mert nem könnyen beilleszkedni a zenekarba. Tehát be kell tréningezni, ahogy tetszik, vagy fejleszteni kell a tudásukat, fejleszteni kell azt a képességüket, hogy be tudjanak illeszkedni abba, hogy hogyan is működik a zenekar, az új a repertóriumban milyen új darabok kerülnek bele. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindenféleképpen nehéz dologról van szó. Rá kell jönniük igazából arra is ezeknek az új zenekari tagoknak, hogy hogyan működik az emberi hang, amikor opera előadásokról szó. Nem sokára a MIPA-ban tart hangversenyt, és Itália szellemét idézi meg a programban. Hogyan válogatta össze a műveket? A műsort, a programot, azt úgy választottuk ki, az Aus Italien, az Olaszország utazásáról van szó, Straussnak Bolognában, Rómában, tehát olasz körkép. Aztán ott van Martucci-nak a műve, a kevésbé ismert Martucci féle, nápolyi zeneszerző volt, aki mindig tanított, tanult a bolognai konzervatóriumnak a tanára volt, tehát Észak-Olaszországban élt, noha déli volt, aztán egy rapszódiát is Paganini témájára, ahogy Liszt is parafrázisokat csinált, Dante, Bellini, stb. Rachmaninov is írt egy olyan rapszódiát, amit Paganininek a témájára dolgozott ki. Csak egy olasz van, de a másik kettő azok olyanok, akik Olaszország felirántják tekintetüket, és Lisztet tulajdonképpen ilyet. Liszt Ferencet említette. Van olyan zeneszerző, aki különösen közel áll a magyar komponisták közül önhöz? Én Lisztet nagyon kedvelem. Szeretem, mert amióta csak tanultam a zenét, zongoráztam, utolérhetetlen. Egyszer elképesztő, amit ő művelt. És nem csak óriási zongorista volt, hanem megfordamosította a 19. század zenéjét. Mindent csinált. Amit egy volt színházvezető, sok mindennel foglalkozott, fantasztikus minőségben, azt hiszem az egyik legnagyobb zeneszerző. Szerintem Strauss nem létezne, de Mahler sem létezhetne Liszt nélkül. Úgyhogy hihetetlen mély szerelem fog el Liszt iránt engem. Ezt nagyon jó hallani, és most közben azon gondolkodtam, hogy Liszt talán az egyik leghíresebb zeneszerzőnk, persze még sorolhatnánk hosszan a listát, és ha most a zenekarra vonatkoztatjuk ezt a kérdést, akkor fontos feladatának tekinti azt, hogy a zenekart is nemzetközi szinten még jobban megismertesse. Mit tervez ennek érdekében tenni? Az elkövetkezendő 2-3 évre olyan, talán még korai elárulni, hogy hol, meg hogyan, egy turnékat szeretnénk csinálni Európában, legalább 3 fontos turnét, és utána egy ázsiai turnén is dolgozunk, de hát ezek olyan dolgok, amelyekhez idő kell, meg kell fontolni, meg kell erősíteni bizonyos elképzeléseket,
mert az egyik legfontosabb feladat, amiről én az első pillanatok kezdve azt tartottam, hogy a Magyar Rádió zenekarát megismertessem a világgal, mert úgy gondolom, hogy egy olyan zenekar, amely a német rádió zenekarokkal, a francia rádió zenekarával, a Rai zenekarával, az olaszsal nagyon magas a művészi teljesítményre képes. Fontos, hogy Európa tudja, hogy van itt Budapesten egy nagy zenekar, és nem szeretném, ha kimaradni ebből a nemzetközi körből. Hát ehhez kívánok nagyon sok sikert, és köszönöm szépen, hogy itt volt. Grazie a voi per l'invito. Én köszönöm a meghívást, köszönöm még egyszer. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombat este újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!